Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Munkatapasztalat és pénz a fesztiválokra, népszerű a nyári diákmunka Baranyában is. Összefogtak a kereskedők, gyereknap és gyűjtés a pécsi vásárcsarnoknál. Tűzoltóautó átadó Szentlőrincen, önkéntes tűzoltók vármegyei versenye. Hagyományőrzés 15 éve. A várnapját rendezték meg Pécsváradon. Újra meghirdették a nyári diákmunka programot, amire 16 és 25 év közötti tanulókat, egyetemi hallgatókat várnak. Baranyában több mint 1000 fiatal foglalkoztatását segíti ezzel a lehetőséggel a kormány. Mától indult a jelentkezés, amit a járási munkaügyi osztályokon tehetnek meg a diákok. Indul a nyári diákmunkaprogram, amelyre hétfőtől lehet jelentkezni. Erről tartottak tájékoztatót a pécsi magtárban. 2013 óta biztosít forrást erre a lehetőségre a kormány. Baranyában is várják a dolgozni akaró fiatalokat. Minden évben több és több diák tud ebben a programban munkát vállalni. Ezek a diákok 16 és 25 év közötti középiskolások, illetve felsőfokú oktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók. Egyetlen feltétel ebből a szempontból, hogy ne legyen aktív munkaviszonyuk, és ők a nyári időszakban július 1-től augusztus 31-ig végezhetnek munkát. A tapasztalat szerint a júliusi időszakban szeretnének többen dolgozni a programban, hogy a keresetükből augusztusban utazhassanak, fesztiválokra mehessenek. A kereset alapján két kategória van a programban. Attól is függ, hogy milyen munkát vállalnak, hogy szakképzést igénylő az adott munkakör vagy sem. Ennek megfelelően az összeg is kétféle lehet, két kategóriába tartozik. Bruttó 244.500 forint, ahol szakképzést igénylő, és 200.100 forint ott, ahol nem. És ugye, ahogy említettem, adómentes, tehát, hogy ennek nagy részét meg is kapják. Országosan 4 milliárd forintot különített el a kormány a nyári diákmunkaprogramra. Ebből jut egy rész Baranya vármegyének, mondta a foglalkoztatási osztályvezetője. Ez Baranya vármegyére 226 millió forintot jelent, tehát ennyi az a pénzösszeg, ami rendelkezésünkre áll. Ebből több mint 1000 diákot fogunk tudni támogatni. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy az önkormányzatok, egyesületek, egyházi szervezetek, illetve cégek jelentkezhetnek, ha a diákokat szeretnének foglalkoztatni. A fiatalok fizetését a kormányzati forrásból biztosítják 100, illetve 75%-ban. Az osztályvezető azt mondja, érdemes minél hamarabb jelentkezni a diákoknak, mert népszerű ez a lehetőség. A járási hivatalok foglalkoztatási osztályára kell bemenni a diákoknak. Személyokmányokat kell magukkal vinni, illetve a diák igazolvány az nagyon fontos, tehát azt mindenképpen kell vinni, hiszen a tanulói jogviszonyokat az fogja igazolni. A kérelmet magát a munkáltató fogja tudni beadni, úgyhogy az a munkáltató, aki szeretne diákokat foglalkoztatni, szintén a járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell beküldenie a kérelemnyomtatványt elektronikus úton, és a székhelye, illetve telephelye szerint illetékes járási hivatalhoz kell benyújtania. Utána kerül a diák hozzá közvetítésre, tehát a járási hivatal munkaközvetítést végez, és akkor így kezdődhet meg a foglalkoztatás. Jelentkezni tehát június 17-től lehet a nyári diákmunkaprogramra, azonban a foglalkoztatás július 1-től indul, és augusztus 31-ig tart. Ebben az időszakban dolgozhatnak a diákok a program keretei között annyi hetet, napot, amennyit szeretnének, ez egyéni döntéstől függ. Gyereknapot szerveztek, hogy segítsenek két beteg kisfiúnak a pécsi vásárcsarnok kereskedői. A szombati eseményen a komlói és a pécsi Dusán-szindrómás kicsik gyógykezelésére várták az adományokat. A betegség kezelése 1 milliárd 300 millió forintba kerül a szülőknek. Három éves, ezt mutatja Ádám az ujjaival a maga módján. A komlói kisfiú Dusán-szindrómában szenved, ami egy hiányzó gén okoz. A fokozódó izomgyengeséggel és az izomsejtek fokozatos károsodásával jár. Az izomzat elvesztésével a mozgás, a légzés, a szívműködés romlik le nagyon gyorsan, és fiatal felnőtt korban ez okozza a halálukat. Egy génterápia adhat reményt, de ezt még nem engedélyezik Európában. Így 1 milliárd
300 millió forintba kerül átszámítva, amit az USA-ban vagy Dubajban lehet megkapni. Erre gyűjtenek most, mondja Ádám édesanyja. Mi nagyon reménykedünk benne, hogy egy éven belül összejöhet ez az összeg, bár elég rosszul állunk ahhoz képest. 25 millió forint van egyelőre az alapítvány számláján, ami egy óriási összeg, azt gondolom, de ehhez az 1,3 milliárdhoz ez egy csekély része. Maga a kezelés egyszerűnek tűnik laikus szemmel. Ez egy egyszeri infúzió kezelés, amiben bejuttatják azt a hiányzó disztrofén nevű gént a szervezetbe, ami hiányzik a gyerekekből. Ezt a génterápiát 5-6 éves korban kell beadni, hogy hatásos legyen. Önemes Marcell, aki szintén Duchenne-szindrómás, a pécsi kisfiú szülei is gyűjtésbe kezdtek, hogy megmentsék a fiúkat. Azt mondják, nekik még a 25 millió sem jött össze, mint Ádáméknak. Sajnos mi még rosszabbul állunk, tehát még a 20 millió sincs meg. Csupa kis ember próbál nekünk, most meghirdettük ezt az akciót, hogy 300 ezer embert keresünk, aki 4500 forinttal támogat minket. Ez azért így kicsit beindul, de hát nyilván azok a 4500 forintok lassan jönnek, tehát most pár száz ember, vagy pár ezer talán, aki eddig utalt összesen. Várjuk tovább, hogy segítenek az emberek. A pécsi vásárcsarnok kereskedői voltak azok az emberek, akik most szombaton segítettek a két beteg kisfiúnak. Jótékonysági gyereknapot szerveztek. Itt a vásárcsarnok előtti placon szerveztük meg a két kis beteg gyereknek a megsegítésére ezt a rendezvényt. Ez vásárcsarnokos bérlők egy csoportja hozta létre a Vörös Kereszttel karöltve ezt a rendezvényt, és célunk az, hogy minél több pénzt össze tudjunk gyűjteni ezeknek a gyerekeknek, hogy a gyógykezelésükre minél több pénz gyűjjön össze, és sikeresen meg tudjanak gyógyulni. A Baranyai Vörös Kereszt is csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. A szervezetnél egész évben lehet segíteni a beteg kisfiúkat pénzadományokkal. Amennyiben valaki a Magyar Vörös Kereszt Baranya Vármegyei Szervezetének a bankszámlájára utal, akkor ugye a két szülővel, a két gyereknek a szüleivel úgy van megállapodva, hogy akkor ezt fele-fele arányba tovább utaljuk a két alapítványnak, és akkor az adóigazolást pedig kiállítjuk a támogató cégek javára. A jótékonysági gyereknapon rendőr és tűzoltó autókat nézhettek meg közelebbről a gyerekek. Arcfestés, motorosok, illetve táncbemutató is várta a családokat az eseményen. Rövid híreink következnek. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a célkörözési osztály derítette fel annak a 39 éves férfinak a tartózkodási helyét, akit a német hatóságok több bűncselekmény miatt köröztek. A német központi célkörözési egység június 3-án kereste meg az életvédelmi és célkörözési főosztály célkörözési osztályát, mivel olyan információk volt, hogy egy 39 éves német férfi, akit emberrablás és túszejtés, fegyveres rablás és más súlyos bűncselekmények miatt Németországban köröznek, feltehetően hosszabb ideje Magyarországon rejtőzködik. Elfogását június 10-én Siklóson a TEK műveleti egysége hajtotta végre, mivel felmerült, hogy fegyvere lehet. A német férfit a nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, kiadásáról a későbbiekben dönt a bíróság. Ismét vásárol olyan kutyákat a Nemzeti Adó és Vámhivatal, amelyek szakszerű kiképzés után szolgálatba állhatnak. Szeptember 1-ig várják az előzetes ajánlatot a nafkutyabeszerzés@nav.gov.hu e-mail címre. Ivartól függetlenül a preferált kutyafajták német juhász, belga juhász, holland juhász, labrador retriever, kotorékebek, például szálkeszőrű tacskó, hosszúlábú terrierek, például fox terrier, vizslák, spánielek, a felsorolt fajtákhoz hasonló típusú keverékek. Az ebeknek különböző feltételeknek kell megfelelniük ivartól és fajtától függetlenül. A pályázat részletei a NAV honlapján olvashatók. A Biokom június 17-e és 20-a között végezteti szakvállalkozóval a városi közterületeken a vadgesztenye állomány, rúzságyak, a dízses növények, valamint egyéb kiemelt helyszínek növényvédelmi munkáit. A vegyszeres növényvédelmi munkákra a fehérvirágú vadgesztenyefák esetén a vadgesztenye aknázó moly első nemzedékének rajzása miatt van szükség. Ezentúl levéltetvek és egyéb társult gombabetegségek ellen is történik kezelés.
Önkéntes tűzoltó egyesületek vármegyei sportversenyét rendezték meg Szentlőrincen a hétvégén. A program során két tűzoltó autót is átadtak a szentlőrinci és a majsi önkénteseknek. Ezen a napon adták át a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által adományozott két tűzoltógépjárművet is. A két szerencsés társaság a szentlőrinci és a majsi önkéntes tűzoltó egyesületek. Tavaly év végén az igazgatóságunk kapott kettő, igazából három új autót, ebből kettő tűzoltógépjárművecskendő volt, és ez lehetővé tette azt, hogy kettő gépjárművet át tudjunk adni önkéntes egyesületek részére. Ez ritka alkalom, de azt gondolom, hogy egy nagyszerű dolog, és ezt külön köszönöm kollégáimnak, hogy ezt össze tudtuk hozni, hogy ez a mai nap itt a versennyel együtt tud megtörténni. Mind a két fecskendő, hát tulajdonképpen nyugodtan mondhatom azt, hogy ezek lehet, hogy még a múlt héten, vagy azelőtt még egyébként nálunk voltak szolgálatban, vonultak, teljesen alkalmasak. Rendkívüli esemény, hogy két tűzoltóautót átadhatott most a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a versenyeket pedig minden évben megtartják a Vármegyei Önkéntes Egyesületek részére. A hagyományteremtés és a tűzoltósport népszerűsítése mellett az egészség megőrzése, a fizikai erőlét fejlesztése, valamint a szakmai és baráti kapcsolatok erősítése volt a rendezvény célja. A két alkalom most összekapcsolódott, mondta Karsa Róbert, tűzoltó ezredes igazgatóhelyettes. Kicsit visszatekintünk 2023. december 15-én. A Vármegyébe került három darab új jármű, ez egy KEHOP projekt keretében. Kettő Mohácsra, illetve egy a megyére, két tűzoltógépjármű, fecskendő, illetve egy drónszállító jármű, és ez adott lehetőséget egyébként arra, hogy a mai nap ezt a két fecskendőt ezt át tudjuk adni az önkénteseinknek a részére, azért, hogy egy kicsit a tűzvédelmét, a megye tűzvédelmét tovább tudjuk fejleszteni, erősíteni. A szentlőrinci önkéntesek 2014-ben alakultak újjá 29 fővel. A kezdeti útkeresést követően 2018-tól kapnak rendszeresen riasztást káresetekhez, mondta Tóth György, a szentlőrinci önkéntes tűzoltó egyesület elnöke. Azóta a 29 fős létszám ez durván megmaradt, csak a belső összetevője változtak. Jelen pillanatban 17 olyan kiképzett önkéntes tűzoltónk van, aki teljes jogértékkel tűzoltást és műszaki mentést végezhet. Jelen pillanatban egy olyan gépjármű fecskendőnk van, amit a testvértelepülésből, Urbakból kaptunk 2000-ben. 2004-ben birtokba vettük, az elmúlt évben a tulajdonunkba került, és azóta ezzel végezzük a munkánkat. Ez teljes értékű gépjármű fecskendő. A közös sportversenyt a Baranya Vármegyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Baranya Vármegyei Tűzoltó és Katasztrófa Elhárító Szövetség és a Szentlőrinci Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendezte. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Hétfőtől egy hetes országos akciót tart a rendőrség az utakon, amelynek célja az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyek kiszűrése, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a police.hu oldalon. A június 17-e és 23-a közötti akciót az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának a Roadpol éves ellenőrzési terve alapján tartja a rendőrség, írták a közleményben. Holnaptól folytatódik az árak emelkedése a benzinkutakon. Nem megszokott módon két egymást követő napon is árváltozásra kell számítanunk. Ezúttal a benzin 3, a gázolaj 7 forinttal kerül majd többe. Így az átlagárak úgy alakulnak, hogy 2-től a 95-ös benzin literenkénti ára 598 forint, a gázolajé pedig 613 forint lesz. Immár 15. éve rendeznek várnapját Pécsváradon. Többek között lovas bemutató, íjász bemutató, távcsöves megfigyelés is várta a várnapján az érdeklődőket. Környékbeli települések árusai kínálták portékáikat Pécsváradon vasárnap. Ez a legrégebbi rendezvényük, ugyanis 2009-ben vette át a pécsváradi önkormányzat a vár üzemeltetését, és azóta minden évben megrendezik a pécsváradi várlapját, mondta a Gászné Bősz Bernadett szakmai vezető. Ez egy történelmi rendezvény, amelynek a mottója vissza a történelembe. Különböző évszázadokat lehet felfedezni, akár úgy, hogy passzív nézőként, mondjuk egy páncélos szabadharc a 15. századból, amit a siklósi sárkányos lovagrend mutatott be, annak a nézőjeként, vagy pedig aktív részt vevőként
fent a Kovács műhelyben, a Ács műhelyben, vagy éppen a kemence mellett lehet egy kicsit dolgozni, és a vége az mindig egy nagy közös szabad harccal zárul, egy nagy történelmi csatával, a minden évszázad képviselteti magát, ez is hagyomány, mint hogy a kézműves foglalkozások, illetve az egész rendezvényt kísérő várvásár is hagyomány. A Siklósi Hagyományőrző Egyesületen belül működik két szakosztály, az egyik a lovas, a másik a gyalogos szakosztály. Ők a Siklósi Sárkányos Lovagrend. A várnapján páncélos szabadharcot vívtak a közönség nagy örömére. Tagjaiknak katonai hagyományőrzős múltja van, minden évben vendégei, szereplői a várnapja rendezvénynek. Bennünk gyerekkor óta már ez megvan, vonzódás így a középkor felé, tehát ezt megelőzően más csapatokban is, vagy más korszakban is kipróbáltuk magunkat. Régen például vikingeztünk is, volt, aki végvári katonákat személyesített, vagy jelenített meg, és igazából 2009-től kezdtünk ráállni erre a késő középkorra, tehát nagyjából a 15. századnak az első fele, és akkor utána egy picit feljebb léptünk, és nagyjából most Mátyás haláláig, sőt még egy picit túl úgy második Ulászlóig, 1500-ig bezárólag vannak eszközeink, viseleteink, fegyvereink, páncélzataink, és a páncélok mellett ugye életmódrekonstrukcióval is foglalkozunk, most az utóbbi időben kicsit jobban ráfeküdtünk arra, hogy milyen ételeket használtak, párat elkezdtünk mi is elkészíteni, még nagyon gyerekcipőbe jár, de ezzel is folyamatosan próbálkozunk. Úgyhogy hát nem mindig harcolunk, valamikor kipróbáljuk a másik oldalát is a dolgoknak, de többnyire inkább a harcászat, ami így összeköt minket. A rendezvény már reggel elkezdődött, amikor is tábort vertek, belakták a résztvevők a vár belső udvarát. Ez is mindig izgalmas, hiszen az üres füves terület pár óra alatt történelmi helyszínné változik. Nagyon sok apró esemény van, és ezért mindenki megtalálja a maga számára izgalmas helyszínt, és a teljes várat belakjuk. Ilyenkor minden kiállításunk is látogatható, mindenhova be lehet menni. A kapuban mindenkit úgy indítunk útjára, hogy ami ajtó nyitva van, oda tessék bemenni, mert az ma mindenkire nyitottan vár. Többek között lovas bemutató, íjász bemutató, távcsöves megfigyelés is várta a várnapján az érdeklődőket Pécsváradon. A régió híreivel folytatjuk. Habár a nyár viszonylag nyugodtnak tekinthető a szőlészek és borászok életében, azért ez az ipar egész éves munkát kíván. Zöld munkák sokasága teszi ki nyáron napjaik javát, a most elvégzett teendők pedig a későbbi szüret eredményét is befolyásolhatják majd. A borászat vezetőipar a Magyarországnak és Tolnavár megyének is. Most a nyár közepén talán még nem olyan látványos a munka, amelyet el kell végezniük a borászoknak, de legalább annyira fontos. Nehéz éve, a mai időszak nehéz éve az év, mert nagyon korán fakadt a szőlő, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan jöttek a betegségek, és nagyon sokat kellett ideig permetezni, hogy meg tudjuk védeni a szőlőt, de a sok küzdésnek eredményeképpen a szőlő idáig meg van védve, és úgy néz ki, a szület is korábban lesz. A zöld munkák közé tartozik a kacsolás, a tetejezés, a betűrés és a csonkázás. Most a borpiac elemzése során arra jutottunk, hogy a fehérboroknak a fogyása meggyorsult, felgyorsult, több fehérbor fogy a piacon, a rozéborok stagnálnak, a vörösboroknál pedig a prémium vörösborok értékesítése vagy fogyasztása kicsit lassul. A hazai borpiac is átalakulóban van. Ennek leginkább az az oka, hogy a melegben a testes vörösborok kevésbé vonzóak, ellenben a könnyed és üde fehér és rozé borokkal. Mi a tételünknek a tízszereket exportra visszük, itt Európa Uniót is értjük Kínát, de itt a kínai piac is lassul, úgy látjuk, körülbelül fele mennyiség megy ki ebbe az évben, mint a tavaly évben, így van tervezve legalábbis. Az export is változik, a mindig fluktuáló körülmények között kell tehát a hazai borászoknak helyt állniuk. Idén is megtartotta évzáróját a Dombóvári Foci Suli Egyesület. A rendezvényen az idei szezon eredményeit, fejleményeit ismertették, valamint elismeréseket adtak át. Tárnok Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a szezonzáró ünnepségen az összes csapat tagja és edzői megjelentek. Az időpont kiválasztásánál szerepet játszott a labdarúgó Európa-bajnokság kezdete is. Ilyenkor egy picit mindig értékeljük az évet, meggratuláljuk a díjazottjainkat. Szerencsés módon ebben az évben is két bajnoki címet ünnepeltünk, az U9-es és az U17-es csapatunk Tolnavár megye futsalbajnoka lett, de még ha mondhatom, ennél is nagyobb siker volt, hogy a két
magyar labdarúgó bajnokságban szereplő csapatunk közül az idősebbik, az U17-es csapatunk, az a délnyugati régióban bronzérmet szerzett, ami egy nagyon komoly eredmény, amivel abban is megmutatkozik, hogy innen már vannak játékosaink, akik ugye a nevelési fázisnak a vége felé járva már a felnőtt csapat ajtajánál kopogtatnak. Az eseményen a diák átadása után szabad foglalkozást tettek lehetővé. Tulajdonképpen ez a nap csak az ünneplésről, az együtt eltöltött kellemes időről szól. Az ünneplésen, illetve a díjazáson túl a gyerekeink, illetve a szülők egy kis ételben részesülnek, valaki babgulyást, valaki pizzát fog elfogyasztani. Ez mellett ugye szülő gyerekfoci, egyéb olyan edzők által kitalált kreatív dolgok is még jambori jelleggel megtörténnek, amik egy ilyen évzáron meg kell, hogy történjenek. Kicsit az edzők, ahogy látom, még külön is vonulnak a saját csapataikkal, elbúcsúztatják a 23-24-es szezont, átbeszélik azt, ugye, hogy jön a nyár, és hogy jövőre már ugye kialakultak a focisúlynál, hogy milyen osztályba szeretnék indulni, és hogy ki az, akik ugye mondjuk tanulás vagy egyéb más miatt ugye vagy eligazolnak, vagy abba hagyják. Hozzátette, az önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának edzéseket, versenyeket tartani. A mai világban úgy tudunk elmenni a nyárra, hogy már a komplet 24-25-ös szezonnak a költségvetése a számlánkon van. Utolsó felajánlónknak a NAV általi kiutalása ma megtörtént, tehát itt ezután szeretném megköszönni mindegyik olyan cégnek, aki minket támogatott abban, hogy a 24-25-ös sportfejlesztési programunkat és az összes csapatunkkal a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Ehhez én, mint elnök, abban a szempontból nyugodtan állok hozzá, hogy a költségvetésünk már megvan rá. Azt a munkát, amit idén is elvégeztünk, ezt szeretnénk folytatni. Szerinte a szezon zárása sikeresnek mondható, a hiányosságokat viszont javítani fogják. Új polgármestere lesz októbertől Balatonszemesnek és Fonyódnak is. A megválasztott település vezetőknek még 3 hónapjuk van arra, hogy felkészüljenek, betekintést nyerjenek a rájuk váró munkára. 2024. októberétől Iváncsics Zsolt lesz Balatonszemes polgármestere. A jótékony futásairól is ismert sportoló már 5 éve eldöntötte, hogy tapasztalatát, kapcsolatrendszerét szülőfaluja felvirágoztatására szeretné fordítani. Óriási megtiszteltetés és egyben felelősség is ez, hiszen közel 500 községbeli ember szavazott bizalmat, ami azt jelenti, hogy tisztességgel, becsülettel kell végezni a munkát, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez a település oda kerüljön, ahova való, és fent feltett szándékom, hogy a Déliport egyik vezető települése legyen egy hosszú távú munka végén. Nem csak a polgármester személye, de a képviselőtestület tagjainak fele is új lesz októbertől. A munkát azonban már a jövő héten megkezdik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Most azért van 3 hónap, úgy, ahogy mondod, hogy átrágjuk, felkészüljünk, átnézzük, és esetleg megkönnyítsük már az átvételnek is a mechanizmusát, hogy átnézhessük, és megkapjuk azokat az anyagokat, amit ugye át kell, hogy vegyünk ahhoz, hogy hát nyilván vakon nem vehetünk át egy önkormányzatot. Ezáltal mi kvázi elődjeinkhez képest jobb helyzetben vagyunk, és esetleg többet is össze tudunk ülni. Igaz, hogy vannak vállalkozók a testületben, akik ugye hát remélhetőleg jó szezont fogunk zárni, rengeteg munkával lesznek, de visszatérve, igen, tehát ez egy nekünk egy óriási szerencsé és óriási adottság, amivel élnünk kell, nem visszaélni, tehát nem ereszthetünk le. Tehát akkor leszünk hatékonyak, azt az elkövetkezendő 3 hónapot úgy használjuk fel, hogy az majd októberben a javunkra váljon. Hát nem a mi javunkra, hanem a település javára. Fonyódon is új polgármester irányítja a várost ez év őszétől. Erdei Barnabás azonban szemesi kollégájával szemben már eddig is sok tapasztalatra tett szert. Az elmúlt 5 évben a település alpolgármestere volt. 2006 óta lehetek a képviselőtestület tagja, 2 cikluson keresztül humánbizottsági tag, majd elnök voltam, és az elmúlt 2 ciklusban pedig ténylegesen alpolgármester, és ezt 3 éve főállásban végeztem ezt a tevékenységet, úgyhogy ahogy említette, tényleg nagyon komoly rálátásom van mind az önkormányzatiságra, mind a városra, a településképi fejlesztésre, a települési lehetőségekre, és bizony az elmúlt időben komoly kapcsolatrendszerem is épült ki ennek köszönhető, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy az a bizalom, amit én kaptam a fonyódiaktól, ez az 1420 szavazat, ez ténylegesen az én személyemet, az én hitelességemet és az én őszintességemet igazolja.
Azt feltétlenül hozzá kell tennem, hogy soha ennyien még nem mentek el szavazni a településünkön, és soha ekkora felhatalmazást még se polgármester jelölt, se képviselő jelölt nem kapott, úgyhogy én ténylegesen azt gondolom, hogy a fonyódiak bíznak bennem, a fonyódiak úgy értékelik azért elmúlt időszakban, elmúlt években végzett munkámat, hogy az hiteles, és ezért örülök ennek az eredménynek. Erdei Barnabás is fontosnak érzi, hogy jelenlegi munkája mellett már az új képviselőtestülettel együtt készüljön a ciklus megkezdésére. Az elkövetkező hónapokban, ami lesz munka, akár turisztikai, akár településképi, akár bármilyen, ami a fonyódiakat érinti, azt el fogjuk végezni becsülettel, tisztességgel, és közben pedig keresni fogom a lehetőséget arra, hogy ezt a folytonosságot majd októbertől föl tudjuk tartani, ezért le fogok ülni természetesen a megválasztott képviselőkkel, az új képviselőtestülettel, és azt gondolom, hogy ők is partnerek lesznek abban, hogy mindannyiunknak Fonyód a legfontosabb, és akkor az, amit mi elkezdtünk évekkel ezelőtt, az a folytonosság tud majd októbertől is folytatódni. A régi és új polgármesterek közötti átadás átvételnek október 1-től kell megvalósulnia, amely után az új képviselőtestület alakuló ülését is meg lehet már tartani. A megválasztott polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek pedig esküt kell tenniük, illetve meg kell határozniuk a szervezeti és működési szabályzatot. Baranyai témáink még egyszer röviden. Munkatapasztalat és pénz a fesztiválokra. Népszerű a nyári diákmunka Baranyában is. Összefogtak a kereskedők. Gyereknap és gyűjtés a pécsi vásárcsarnoknál. Tűzoltóautó átadó Szentlőrincen. Önkéntes tűzoltók vármegyei versenye. Hagyományőrzés 15 éve. A várnapját rendezték meg Pécsváradon. Kedden sok napsütésre számíthatunk, egy-egy jelentéktelen zápor előfordulhat. Kedden nyugaton és északnyugaton már többfelé élénk lehet a déli, délkeleti szél. Érkezik a kánikula. Délelőtt 20-27, délután 28 és 34 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy technikai okok miatt több szolgáltatónál nem érhető el a Pannon Televízió műsora. A hiba elhárítása folyamatban van, megértésüket köszönjük. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!